Sebészi csomózás. A jobb szálat a jobb kézzel, a bal szálat a bal kézben fogjuk. A fonal végeket a három utolsó ujjunkkal a tenyerünkhöz szorítva tartjuk, szabad vége csuklónk felé lóg. Mindkét hüvelyk és a mutató ujjunk szabad, és helyzete felülről C alakot mutat. Jobb hüvelyk ujjunk utolsó percével áthúzzuk a piros fonalat a sárga szál alatt a jobb oldalra. A piros fonalat jobb hüvelyk ujjunkba akasztjuk, a mutató ujjunkkal pedig visszatérünk a C alakú kezdő pozícióba. A bal kézben levő piros fonalat a hurokba levő jobb hüvelyk ujjunkra fektetjük. A jobb hüvelyk és mutató ujjunkkal megfogjuk a piros fonalat, bal kézzel elengedjük és azt átbuktatjuk a hurkon. Bal kézzel ismét megfogjuk a piros fonalat, ujjaink hegyével levezetjük és meghúzzuk az alapcsomót. A következő csomó elkészítésekor a jobb kezünkben lévő sárga fonalat bal hüvelyk ujjunk utolsó percével áthúzzuk a piros fonal alatt a bal oldalra. Bal hüvelyk ujjunkat a hurokba akasztjuk, mutató ujjunkkal pedig visszatérünk a C alakú kezdő pozícióba. A jobb kézben levő sárga fonalat a hurokban levő bal hüvelyk ujjunkra fektetjük. A bal hüvelyk és mutató ujjunkkal megfogjuk a sárga fonalat, jobb kézzel elengedjük és azt átbuktatjuk a hurkon. Jobb kézzel ismét megfogjuk a sárga fonalat, ujjaink hegyével levezetjük és meghúzzuk a csomót. Bécsi csomózás. A sárga szálat a jobb, a piros szálat a bal hüvelyk és mutató ujjunkkal fogjuk meg. Jobb kezünket magunk felé fordítjuk és élével a sárga fonalra helyezzük. A piros fonalat is ujjainkra fektetjük a tenyerünkben levő sárga fonal mellé. A jobb középső ujjunkat behajlítva a piros fonalat a gyűrűs ujjhoz szorítjuk. A sárga fonalat hüvelyk és a mutató ujjunkkal elengedjük, majd a piros fonal alatt áthúzzuk. Az elkészült csomót mutató ujjunkkal letoljuk. A következő csomó elkészítéséhez a sárga szálat a bal, a piros szálat a jobb hüvelyk és mutató ujjunk között tartjuk, tenyereink pedig egymás felé néznek. Bal tenyerünkre az előzőek szerint ráfektetjük a piros fonalat, a sárga fonalat pedig jobb kezünkkel ráhelyezzük a bal kéz nyújtott, egymás mellett fekvő ujjaira. A bal kéz középső és gyűrűs ujjával a piros fonalat megragadjuk, a hüvelyk és a mutató ujjunkkal azt elengedjük. A piros fonalat a sárga fonal mögött áthúzzuk, az elkészült csomót pedig mutató ujjunkkal levezetjük és meghúzzuk.